Nyár végétől számos rendezvényen, bevásárló központokban felállított információs standoknál toborozták a határvadászjárőrtárs pozícióban jelentkezőket a Vas megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Később nyílt napot is tartottak a rendőrségen, ahol nem csak szóbeli tájékoztatást kaptak az érdeklődők, hanem megtekinthették a készenléti rendőrség csapatszolgálati és intézkedési bemutatóját is. Ezúttal a határvadász bevetési osztály egyik egysége gyakorlatozik a rendőrség udvarán, soraikba augusztustól folyamatosan keresnek jelentkezőket. Az őrjárőrtárs képzés az tulajdonképpen a déli határszakaszon szolgálatot teljesítő állomány kiváltására, illetve megerősítésére szolgál. A toborzás az jó ütemben halad Vas megyében is. Jelenthetem a megye lakosságának, illetve az érdeklődőknek, hogy a második osztály képzése is elindult a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumba, az első 24 fővel, a második pedig 34 fővel. Ez nem azt jelenti, hogy megállunk. A jelentkezők 6 hónapos moduláris képzésen vesznek részt, kezdettől munkaviszonyban állnak. Munkabérük 2 hónapig 161 ezer, később 220 ezer, a sikeres vizsgák után pedig a pótlékokkal együtt 260 ezer forint lesz. 18 és 55 év közötti büntetlen előéletű magyar állampolgárságú nők és férfiak jelentkezését egyaránt várják. Ahogy országosan, úgy Vas megyében is a toborzás és a beiskolázás folyamatos, a 3000 fős létszámkeret betöltéséig. Részletek a rendőrség honlapján, valamint a határvadász képzés közösségi oldalán olvashatók.